A folytatásban Kis András, a Lehet Más a politika képviselő jelöltje van itt a stúdióban. 3 perccel a rendelkezésére. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Veszprém Televízió nézőit, a választópolgárokat. Először is néhány szót mondanék magamról. Kis Andrásnak hívnak, mint már kiderült. 24 éves vagyok, itt születtem Veszprémben, tanulmányaimat is itt végeztem ebben a városban. 2006-ban érettségiztem a Vetési Albert Gimnázium francia két tannyelvi szakán, és azóta az ELTE jogi karán vagyok hallgató, most jelenleg 5. éves. Joghallgatóként mindig is fontosnak tartottam a demokrácia erősítését, hiszen Magyarországon feltételezem mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a demokratikus intézmények és maga a demokrácia, mint ezt, mert azért még gyermekcipőben jár. Elsősorban ezért érzem fontosnak az, hogy a kisebb közösségeket erősíteni kell, esetemben a választókörzetet, vagy hogyha nagyobban gondolkozunk, akkor az egész Veszprém összes választópolgárának tehát az összes választópolgárát be kell vonni a döntéshozatalba. Éppen ezért kezdeményeznénk a párt is, és jó magam is elsősorban a népi kezdeményezés, illetve a népszavazás törvényi feltételeinek a könnyítését, és így minél nagyobb részt tudjanak vállalni a választópolgárok a döntéshozatalban. A választókerületemmel kapcsolatban is néhány észrevételt, ha engedjek meg magamnak. Néhány jelöltársammal ellentétben én személyesen gyűjtöttem ajánlószelvényeket, éppen ezért lehetőségem volt nagyon sok választópolgárral kapcsolatba kerülni, és ők nagyon sok jó ötlettel támogattak engem. Elsősorban itt a kis gyermekes családokra, illetve a fiatal házas párokra gondolok. Ők kezdeményezték azt, hogy a Balaton irányába vezető bicikliútba be tudjuk csatolni a 6-os számú választókörzetet. Ez azért is lenne fontos, hiszen a kisgyermekek biztonsága ugye elsőrangú, és így a család egy közös élménnyel gazdagodhatna, hogyha a Balatont akár egy biciklis túra, akár egy gyalogtúra keretén meg tudnák látogatni. Ezen kívül még fontosnak tartom megjegyezni azt, hogy Veszprém egy egyetemi város. Mint egyetemi város én úgy érzem, hogy Veszprém elég távol van attól, hogy a fiatalok számára egy élhető város legyen. Ez több problémát is felvet, a munka lehetőségeket is, de én itt elsősorban arra gondolok, hogy a kulturális életet fejleszteni kéne Veszprémben, hiszen lát Pécs is kitűnő példa arra, hogy kulturális főváros tudott lenni vidéken, és nem csak Budapestnek van helye a magyar kultúrában. És köszönöm szépen Ezt akartam mondani. Köszönöm szépen a figyelmet.